hát szevasztok! Ismét eljött az év vége, vagy 2021 év vége. Bocsánat, kicsit beteg vagyok, de ezt láthattátok, hogy milyen videó került föl. Mindegy, annak a videónak is az lett a vége, hogy már második tesztet, bocsánat, negyedik tesztet csináltam, és még mindig negatív vagyok. A doki az ilyen tárgyódításos, úgyhogy hagyjuk is ezt a sztorit. Folytatom a történetet. Nos, próbáltam én, vagyis akartam én nektek egy ilyen jó évvégi videót csinálni, csak sajnos sehogy sem fért bele az időmbe. Úgyhogy bocsánat. Tudom, szerettem volna két hetente, nem is tudom, hetente vagy két hetente szerettem volna nektek csinálni videót, de arra az elhatározásra jutottam, hogy igazából ameddig nem tudok jó anyagot csinálni, hagyjuk. Szóval ilyen mindenféle hülyeséget föltölteni inkább nem. Ami érdemleges videó, az jöhet föl természetesen. Úgyhogy így magamnak is én még ezt eldöntöttem. Másik dolog pedig az, hogy mondja inkább a motovlog. Ez az utolsó motovlog az évben, srácok, többet nem lesz. Ez egy ilyen úgymond újévi búcsúzó is. Remélem úgy viszonylag jól lehet hallani. Beállítottam a Bluetooth fülest, előztettem így úgymond sok év után. 2021-et lezárjuk. Bratisa, szavasz! És nyitunk egy úgymond új fejezetet. Így a csatornán. És hogy mi lesz a folytatás? Hát megmondom nektek őszintén, hogy nevet fogok változtatni. Ez biztos már. Ez elkerülhetetlen. Most pizzát szódik, jó. Na, szóval ez az a dolog, ami elkerülhetetlen. Mert ez a csatorna, ez úgymond nem egy motovlog csatorna, ez már nagyon sok éve, már több mint 10 éve működik. Nem is úgymond én kezdtem el. Ez egy olyan ez a csatorna, mint egy garázs. Minden van benne. Játéktól kezdve a alkatrészekig, a motorozásig, a minden. Szóval úgymond minden van benne, emiatt nem tudom. Meg érted, ezzel a névvel, amit én használok, ez úgymond a gamer, régi gamer nevem. Hát ez úgy kicsit furcsa. Aztán ugye csodálkozok, hogy ó, hát az emberek nem jönnek meg össze-vissza. Az ilyen össze-vissza dologra nem mindenki kíváncsi ám. Akartam Zsoltival videókat gyártani, akartam ilyen évvégi összesítő videót, csak ugye sajnos a betegség miatt nem jött össze. De még mindig nem vagyok rendesen kivizsgálva, csak ilyen távgyógyítás, de az is csak azután, hogy megvolt a negatív vírus tesztem, ami ugye állandóan negatív, nem élennék vírusos, nekem nem az a bajom. A doki nem nagyon érti meg sajnos-e. Na mindegy. És ja, szóval ez a helyzet. Közben a motor is rakoncátlankodott. Megkapta a méltó úgymond büntetését. Főleg így ezután, hogy most már sok mindent cserélni kell rajta. Első, ami legelső cserés, az a gumi lesz így lassan 3 év után. Akkor ugye lesznek az olajok, motorikus. Az igen, öcskös, az igen. Azt hiszem, ez egy nagyon jó reklám volt ennek a cégnek. Köszönjük szépen. Vettem új számítógépet. Zsoltinak nagyon köszönöm szépen a segítséget, mert rengeteget segített nekem, nagyon rengeteget segített. Úgyhogy Zsolti, le a kalappal előtted. De tényleg állandóan ott volt, segített, keresett, kutató tanulmányokat végzett, hogy mi lenne nekem a legjobb számítógép azért az árért, amit szerették. Úgyhogy ennek következtében nyilván majd lesznek live-ok is. Fogok csinálni majd egy Twitch csatornát, amin a továbbiakban nyomni fogom természetesen. Na, olyan elférek itt. A jövőre pedig, hát figyeljetek, én amit tudok, megcsinálgatok természetesen. Hát, nem megyek be, nem férek el. Menjetek csak. Úgyhogy így körülbelül ennyi a történet.
nem tudok ezzel mit kezdeni. De az biztos, hogy a live-ozások azok meg lesznek, csak épp gameplay lesz, meg nem hülyeség. YouTube csatornán, hát ugye, igen, a névváltoztatás az mindenképp lesz, és átalakulnak a tartalmak, megpróbálok hülyeségeket nem feltölteni. Csak olyat, ami érdemleges tudta. Így körülbelül ennyi. Hallod? Tényleg erre? Á, te! Ezért jövök a buszsába, hogy a busz föltartson. Most komoly. Á, bazd meg. Ki se tudom előzni, mert záróvonal van. Nem baj, nem baj, nem baj. De legalább nem kell dugoznom autóval. Na, lassan azok is jobban haladnak, mint én. Na, vajon megyek még olyan jó sorok között, mint régen? Az ott... Slaza, oh! Nagyszerű. Nagy hangom van, úgyhogy ha már nem láttok, akkor hallotok. És az nagyon sokat számít. Ej, de szép biciklid van, öcsi. Hallod, amúgy én mehetek itt, oda nézd! Oh! Micsoda gyönyörű piros volt! Hol kell nekem megjelni? Na jó, zárjuk így az évet, az autósok ugyanúgy nem tudnak vezetni, és leszarják a keresztül. Úgyhogy, ja. Nos, köszönöm szépen, hogy itt voltatok 2021-ben, 2022-ben folytatás. Szevasztok! Most igen, körülbelül ennyi lett volna, amit így tudni kellett volna nektek. Amivel szeretném folytatni, az pedig az lenne, hogy hát, nem tudom, semmit nem tudok. Igazából egy valamit tudok. De jó van, nem hülyéskedek, mindegy. Tiszta ünnepi hangulat van, hogy vegyem így komolyan az egész videót, de most tényleg. Na, mindegy. Azt szerettem volna, srácok, hogy boldog karácsonyt, kellemes ünnepeket, és boldog új évet kívánok. Legyetek együtt a szeretteitekkel, mindenkivel foglalkozzatok, menjetek el mindenkihez, mert nem tudjátok, hogy mikor találkoztok velük utoljára. Az is lehet, hogy most lesz az utolsó karácsony. Nem, de vár. Úgyhogy mindenkit szeressetek. Csak ennyi. Kellemes karácsony ünnepeket még egyszer. Jövőre folytatjuk. Sziasztok! With me. Ja, még valami izé kimaradt, ez csak azoknak, akik még itt maradtak. Emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy én kamionon tanultam vezetni? Nem kamuztam. Most meg visszafele billentjük. Azt is pumpálni kell egy darabig. Amíg át nem billen a holdponton, addig pumpálni kell. Jó,
Most már automata végzi a dolgát. Megfolyik. Az a klímának a vize. De az baj, hogyha folyik? Nem baj. Légkondinak a vize. Indulhatunk. Jó, harmadik. Oké, egész jó. Norberto vezet. Jó, most álljunk meg, fék. Teljesen megállunk, jó. Kettes. Most indulhatunk. Jó, hármas. Ez az. Nagyon jó. Most megint álljunk meg. Jó, kettes, indulhatunk. Hárma. Oké. Nagyon jó. Lassan megkanyarja. Hopp, még be van zárva. De mely? Még be van zárva. Hát de majd kinyitja. Hát itt állj meg. Jó, üres kézifék úgy.